Magángyűjtő közreműködésével fényképkiállítást szerveztek a rendszerváltásra emlékezve a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A tárlat különlegessége abban áll, hogy együtt tárgyalja a forradalmi eseményeket és a fekete márciust, így bővebb képet ad az azóta végbe menő folyamatok hátteréről. 14 poszteren helyezték el azokat a fényképeket, amelyek Vajda György, marosvásárhelyi újságíró, valamint az Azopán internetes fotoarchívum gyűjteményéből származnak. A poszterek többsége kronológikusan követi az eseményeket 1989. decemberétől 1990. márciusáig. Marosvásárhelynek volt egy, mondhatni, két hónapos eufóriája, amikor úgy tűnt, hogy a két közösség egymásra talált, aztán kiderült, hogy azok a belügyi szervek, amelyek az országot háttérbe intettek, úgy gondolták, hogy Vásárhelyt fogják felhasználni egy más tervhez. Úgyhogy a kiállítás pontosan ezért van a decemberi események és március 20 között bemutatva. A kronológikus történetmesélés mellett a tárlatot összeállító szakemberek az összefüggések bemutatására is hangsúlyt fektettek. Az volt a célunk, hogy ilyen fotópárokat állítsunk össze 89 előttről, illetve a 90-es évek első feléből, és azok révén megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen változást hozott a 89-es forradalom, illetve ezeket vizuálisan hogyan lehet bemutatni, hogyan lehet szemléltetni. Próbáltunk olyan elemeket kiemelni, amik pozitív, illetve negatív hozott. Tehát nem csak azt mondjuk, hogy minden, ami történt attól, tehát minden rossz volt 89 előtt, és hirtelen minden jó lett 90-ben, hanem hogy ez egy sokkal összetettebb és komplexebb kép. A szakmai munkában részt vett Novák Csaba Zoltán, szenátor, a Román Tudományos Akadémia külső tagja is. Én kettős minőségben vettem részt ebben a munkában, tehát a szenátor iroda támogatta a kiállítás kivitelezését, összeállítását, és jó magam történészként pedig a szakmai részében segítettem korszakolni, értelmezni és az értelmező szövegeket elkészíteni. A rendszerváltó forradalom felhajtó ereje, amint azt a kiállítás anyaga is bizonyítja, csak néhány hónapig tartott. Marosvásárhelyen véres pogrom kezdődött 90 márciusában, amely egymásnak ugrasztotta a békében egymás mellett élő románokat és magyarokat.